Köszöntöm Önöket, én Kocsisen Brigitta vagyok, ez pedig a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazin műsora a 21. században. Mutatom, mi lesz a mai adásunkban. Talent program. A legígéretesebb fejlesztéseket segíti a Kitchen Budapest. Makerspace.hu. Közösségi alkotóműhely Nagykovácsiban. Medicor. Életmentő inkubátorok hazai műhelyből. You Lock Me. Ajtónyitás kulcs nélkül mobiltelefonnal. A 2007-ben alakult Kitchen Budapest az elmúlt években sem tágított attól az elhatározásától, hogy megtalálja hazánkban a legtehetségesebb tervezőket, művészeket, fejlesztőket. A Kibut Talent programja most ismét lehetőséget ad a fiataloknak, hogy a fejükből kipattanó ötletekhez támogatást szerezzenek. Hozd be az ötleted, és mi segítünk megalkotni. Ez a Kitchen Budapest Talent programjának jelmondata. Olyan fiatal tehetségeket várnak, akik már rendelkeznek egy vízióval, azonban az ötletüket eddig még nem tudták kidolgozni. Májusban írjuk ki a jelentkezést a Talent programra, és ilyenkor hagyunk rá egy ilyen hónap, másfél hónapnyi időt, hogy a csapatok össze tudjanak verbuválódni, tudjanak ötletelni különböző projekteken, és ezt végül be tudják adni a Talent programba. Ilyenkor több tucat ötlet érkezik a Kibuhoz, és egy nagyon szigorú kiválasztási folyamattal választjuk ki végül azt a jellemzően 2-3-4-et, amikkel végig fogunk dolgozni a 6 hónap alatt. Ebben a programban a Kibu falai között most 3 csapat dolgozott. Az Indiába is kijutott bowlingozó robot megalkotói, egy fényvezérlő programot megálmodó társaság, illetve az a fiú csapat, akik egy szuperhősös képregényes videójátékot fejlesztettek. A játéknak én a vizuális részével foglalkoztam, én terveztem meg gyakorlatilag az egész esztétikáját a játékunknak. 60-as és 70-es évekbeli képregényeken alapult többnyire. Például a színpalettáját úgy raktuk össze, hogy vettünk egy csomó képregényt egy képregényboltban, és beszkenneltük, és akkor azok alapján csináltuk meg a színpalettát. Nincsenek konkrét szereplők a játékban, hanem minden játékos így saját karakterét alkothatja meg, és nagyon könnyen személyre szabhatóak. Gyakorlatilag ki tudod választani, hogy milyen szupererőid legyenek, hogy milyen a jelmezed, hogy milyen neved, az alter egód, mik a gyengéid. Házak, maga a sziget, a víz is, a karakterek, a szuperképességeknek a modellje. Tehát konkrétan mindent nekem kellett csinálnom. Persze volt könnyítésem, mert ugye a Labrosz Dani, aki a 2D-s dolgokat csinálja, mindenre csinált nekem konceptartot, hogy abból tudjak dolgozni. Ami annyiban segítség volt, hogy legalább nem kellett a fantáziámat is használnom hozzá, de azért volt, amit nagyon megváltoztattam, hogy nekem úgy nem tetszett, ahogy ő lerajzolta, de így nagyjából azért egyetértünk ilyen téren. A legtöbb hang az analóg eszközökkel készült, de vannak benne digitális hangok is, és gyakorlatilag az én koncepcióm a 70-es, 60-as évek kicsit ezt a fajta feelinget visszahozni, ez nekem úgy sikerült, hogy leginkább színuszokkal, fehér zajjal, tehát nagyon-nagyon egyszerű, és a hangkeltésnek a nagyon alap eszközeivel készítettem hangokat. De persze volt olyan, amikor meglévő hangmintákat kellett manipulálni. A Kibut egyébként a Startup Safarin keresztül ismertem meg, és így jöttem el egy ilyen nyílt napra, és ott megbeszéltük a srácokkal, hogy próbáljuk meg. Ugye én vagyok a programozó, és emellett még egy projektmenedzser is vagyok a csapatban, és általában a feladatok kiosztásában nagyobb részt veszek ki. Egy nagy problémánk az volt a Danival mindig, hogy nem tudtunk befejezni játékokat, mert mindig jött egy új ötlet, és mindig sokkal izgalmasabbnak tűnt, mint az előző. De most kitartunk a Powers mellett, mert nagyon megtetszett, ahogy kinéz. Egyébként az új ötlet az egy virtuális valóságjáték lenne, ahol csapatban kell ugyanúgy játszani. A Kibu a csapatok mellett azokra is gondolt, akik önállóan szeretnek alkotni. Idén elindítottunk egy Lift
nevű ötletfejlesztési lehetőséget, ami egy 3 hónapos, rövidebb periódusú prototípus fejlesztést tűz ki célul, és egyéni alkotók számára teszi lehetővé azt, hogy itt befoglaljanak egy asztalt, befoglalják a kibúvatta lehetőségeket, és a mentorálási segítséget, amit biztosítunk számukra. A LIFT programunkban eddig egy művészalkotó debütált, aki egy augmented reality projekttel érkezett a LIFT-be, és Shanghai-ban jutottuk ezzel a programmal, ahol meg tudta építeni a prototípusát annak az audiovizuális térképnek, amit megálmodott. Képzeljük el, hogy mobiltelefonunkkal sétálunk egy adott térben. A lokációs adatok alapján pedig különböző képi és hangeffektekkel gazdagodik az utunk. Kikerültem Shanghai-ba ösztöndi rezidencia jelleggel egy hónapra a Kronos Art Centerbe, és ott fejleszthettem ezt a programot. Illetve azután visszajöttem és folytattam itt a Kicsen Budapestben ennek a fejlesztését, és létrehoztam egy budapesti változatást is ennek az alkotásnak, amit a Reality Research Fesztiválon mutattam be először. Főleg Shanghai-ban volt nehéz a fejlesztése, mivel ott az internet eléggé limitált, és nem annyira hozzáférhető Kínában, mint itthon, és elég sok olyan szoftveres megoldás után kellett kutatnom, amiket újra tudok hasznosítani és belemelni a saját fejlesztésembe, mivel hogy egyedül fejlesztettem ezt az egészet, illetve Kolozsvári Lajos zene tervező társammal együttműködtünk. Ezt a mobiltelefon alkalmazást pedig már bárki kipróbálhatja Budapesten, a Szabadság téren időzve. A Kibu kezdetek óta támogatja és befogadja a fiatal tehetségeket. Teret, lehetőséget és tudást biztosít számukra ahhoz, hogy gondolataik szányra kaphassanak, álmaik megvalósulhassanak. Ön dolgozott már lézervágóval és asztali maróval, esetleg 3D nyomtatóval? Ha a válasz nem, pedig szívesen kipróbálná őket, akkor érdemes ellátogatni a Nagykovácsiba, a makerspace.hu alkotóműhelyébe, ahogyan azt mi is tettük nemrégiben a Novum stábjával. Alkotni jó, megálmodni és létrehozni dolgokat csodálatos érzés. Néha viszont egy kis segítségre van szükségünk, speciális gépekre, inspiráló közösségre, vagy csak néhány szakértő tanácsra, egy makerspace-re. A makerspace egy angol szó, a alkotók helyét vagy alkotók terét jelenti. Ez egy olyan helyszín, ahol a digitális megmunkálás gépei jelen vannak. A makerspace-eknek két eredője van. Egyrészt az európai hackerspace-ek, ahol az informatika és elektronika iránt érdeklődők kezdtek el együtt alkotni, fejlesztgetni. Másrészt az amerikai makerspace-ek, ahol az alkotni vágyó emberek összedobtak a drágább gépekre, és közös alkotóműhelyeket hoztak létre. Volt egy amerikai konferencia, amelyen hallottam egyszer egy szakértőnek a véleményét, aki azt kérdezte meg a közönségtől és magától, hogy mi a making, mi az alkotás. És meg is válaszolta a kérdést, az alkotás az egy olyan folyamat, amikor van világos jövőképed, és el akarod érni azt, amit kitűztél magad elé, azt az alkotást. És később egy másik hozzászóló ezt kibővítette, hogy még áldozatot is hozol érte. Tehát munkát teszel bele, csiszolgatod, ha hibáztál, újra próbálod. Egészen addig, amíg létre nem hozod azt, amit megálmodtál. Ehhez biztosít tökéletes helyszínt a Nagykovácsiban található makerspace.hu, ahol 3D nyomtatás, lézervágás, CNC asztalimaró, robotikai alkatrészek, illetve faipari megmunkálás lehetőségét is kínálják. Azt szoktam mondani, hogy 10-től 99 éves korig várunk gyerekeket. Olyanokat, akik szeretnek kísérletezni, új dolgokat kipróbálni, nem félnek tőle. Nagyon érdekes, hogy sokszor a felnőttek úgy dolgoznak, hogy a kezükkel eltakarják, hogy éppen milyen áramköröket raknak össze, vagy mit hímeznek, vagy mit vágnak ki fával, mert attól félnek, hogy a felnőtt társaik lenézik őket, hogy nem tudják csinálni. A gyerekekben nincs ilyen félelem, és igazából a felnőttekben sem kell, mert itt mindig mindenki meg tudott eddig mindent csinálni nálunk, mert nagyon könnyű használni ezeket a technológiákat, és nagyon gyorsan lehet fejlődni bennük.
Ott jártunkkor három workshop zajlott párhuzamosan. Lehetett ledes világító figurákat varni, lézervágóval sodrófát gravírozni, illetve 3D nyomtatóval egyedi pendrive borítást nyomtatni. De a teljesség igénye nélkül van itt programozó, robotika, vagy éppen hímző foglalkozás is. Nagyon sokféle technikánk van, és mi általában szeretjük köverni is ezeket. Tehát ha egy robotot csinálunk, akkor annak legyen a teste fából, akkor megyünk a fa műhelybe, kidolgozzuk a testet, beletesszük a drótokat, megcsináljuk hozzá a vezérlést, és pár alkalom után egy mozgó farobotja van annak, aki végigjárta ezeket a foglalkozásokat. A Makerspace.hu-t a Magyar Cserkész Szövetség hívta életre. Azért, hogy bebizonyítsák, a cselekedve tanulás nem csak a csomózásból áll. Ez a fajta oktatási fókusz továbbra is domináns. Mi szeretnénk ezt a oktatási módszert az egész országban elterjeszteni, azt szeretnénk, hogy minden gyerekhez eljusson. Mi abban hiszünk, hogy az alkotás az egy nagy örömforrás. Tehát ha valaki megalkot valamit, amire nem gondolta volna, hogy képes rá, azt szeretném különösen, amikor emberek belépnek, hogy jaj, én ezt nem tudom csinálni, ez nem értek, és a végén boldogan mennek el a kezükben azzal a tárgyal, amit létrehoztak. Ezt az érzést szeretjük mi meglovagolni, ezt a motivációt, és azt szeretnénk, hogy ez az oktatásnak szerves része legyen, és minden gyerek számára egy jövőpályát, egy utat járjon be. Ehhez pedig szeretnének országos hálózatot létrehozni, hogy minden magyar nagyvárosban legyen Makerspace, ahol kicsik és nagyok együtt, egymást segítve alkothatnak. Azért van ilyen nagy terünk, hogy az emberek egymást lássák, hogy mit csinálnak, és segítsenek egymásnak. Tehát ha valaki látja, hogy a másik var, és el van akadva benne, oda mehet hozzá, és mondhatja, hogy én amúgy értek a varázshoz, csináljuk együtt. Így alakul ki az a közösség, amire mi vágyunk. Ilyen közösségeket szeretnénk csinálni az országban. A legújabb startup módszertanok, innovációs kihívások és Magyarország fejlődési lehetőségei álltak a fiatal vállalkozó kedvét is ösztönző rendezvény fókuszában. Az eseményre technológiai és innovációs szakembereket, valamint olyan ambiciózus startup cégek képviselőit is várták, mint amilyen ez a napelemet újra gondoló cég. Az ötletük alapja egy dizájnverseny volt, ami arról szólt, hogy minél több napelemet kelljen egy hajóra felszerelni. Ekkor jött a gondolat, hogy miért is ne lehetne az energia forrása a hajón kívül. Egy olyan újfajta napelemgyártási technológiát fejlesztettünk ki, ami egy új generációs napelemet eredményez, amely a víz felületén képes úszni. Ennek több tulajdonsága is előnyös, itt legfőképpen a hatékonyság az, amiben 30-40%-kal több energiát tudunk termelni, mint egy háztetőre szerelt napelem esetében. A robotréner fejlesztés szintén az ígéretes hazai startup világ képviselői közé tartozik. A program segítségével az ipari berendezések kezelőit lehet oktatni a virtuális valóságban. Ez az az iparág, melyben ma még sok mindent emberek szerelnek össze, de egyre több folyamatot vesznek át a gyártásban a robotok és az intelligens gépek. A jelenlegi tréning módszerek nem alkalmasak arra, hogy a megnövekedett igényeket kielégítsék, ezért időszerű az, hogy mi a virtuális valóságot hívjuk segítségül, például abban a képzési folyamatban, ami a robotok kezelésének a megtanulását jelenti, vagy bármilyen más gépi berendezés kezelésének a megtanulását jelenti. A rendezvényre érkezett Magyarországra több mint 15 éves szakértői és befektetési tapasztalattal rendelkező dr. Burton Ageley, a Stanford Egyetem professzora. A szakember az amerikai és az európai innovációs ökoszisztéma elismert tagja, a legújabb startup módszertanok szakértője, aki a szilíciumvölgyi startupok támogatásával és tanácsadással is foglalkozik. Burton Ageley szerint Magyarországon néhány fontos szempont figyelembevételével jó esély kínálkozik rá, hogy a nemzetközi szintéren is sikeres új startupok jöjjenek létre. Hungary has some fundamental limitations of market size. Magyarországnak alapvető korlátai vannak, ilyen a piac és a vevőkör mérete. Nem könnyű sikeres vállalkozásokat építeni helyi piacban gondolkodva. Az országnak számos technológiai fejlesztésben, a tudomány egyes területein és a gyógyszeriparban is komoly ereje van. Ezek közül számos terület nagy kockázati tőkeforrást igényelne, ami viszont nem áll rendelkezésre. De van rá lehetőség, hogy új, sikeres startup cégek jöjjenek létre ebben az országban, amelyek megcélozzák a globális piacot.
Az eladási és marketing csapatnak Magyarországon kívüli piacokon kell keresnie a vevőket, így az Egyesült Államokban, Ázsiában, Nyugat-Európában, miközben a műszaki egységnek Magyarországon kell maradnia. Building themselves on customers outside Hungary, in the United States, in Asia, in Western Europe, while keeping the technical teams here. És hogy mi következik abból, ha a startup világ ilyen sok szereplője találkozik, például olyan tapasztalatok, amik ahhoz kellenek, hogy jó döntések szülessenek egy pályázat kiírásától az elbírálásáig, mondta a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke. Nekünk azért fontos az, hogy hogyan történik ez az Egyesült Államokban, ami teljesen más környezet, nagyon sok ember, nagyon sok pénzzel keresi a jó ötleteket. Hogyan keresi ezeket a jó ötleteket? Mi a technikája a jó ötletek megtalálásának, a finanszírozásnak? A rendezvény egyik legfontosabb ismérve az interaktivitás volt. A szakemberek versenytársakról, üzleti modellről, marketing tevékenységről és egyebek mellett termékfejlesztésről kérdezték a fiatal cégek képviselőit. Egy-egy gyakorlati példán keresztül pedig teljes képet kaphattak a jelenlévők arról, hogy hogyan lehet sikeres startup vállalkozást építeni. Kiváló minőség, folyamatos fejlesztés, megbízható gyártás és szigorú minőségellenőrzés. Ezekre az értékekre a legbüszkébbek a több mint fél évszázados múltra visszatekintő hazai elektronikai cégnél. A vállalat újszülött inkubátorai, kezelőasztalai és kékfénylámpái egyedülállóak az egész világon. Jöjjenek és ismerjék meg az orvostechnikai eszközök gyártásának egyik hazai zászlós hajóját, a Medicort. Szűk csapattal, de kiváló kollégákkal végzi munkáját a Medicor Electronics ZRT. Az elsősorban nyitott és zárt inkubátorokat, kékfénylámpákat gyártó és fejlesztő vállalat, több díj, többek között a Magyar Termékdíj, a Budapest Márkadíj és a Business Superbrandi tulajdonosa. Az ismertség a tradíció és az eredményesség szempontjából a legkiválóbbak között van. Újszor a gyógyászaton belül, hogy közelítsünk a helyszínhez, zárt, úgynevezett zárt, stacionér vagy fix helyen lévő újszülött inkubátor, illetve újszülött melegítő és újjáélesztő asztal gyártunk, de gyártjuk mindazokat a műszereket, vagy próbáljuk gyártani, amelyek a születés környéken az újszülött számára fontos. Például újszülött kékfénylámpát, a kékfénylámpa mindegyiknek egy családja van, tehát ebből különböző fajtákat, típusokat és öltöztetett formákat a kedves vevő igénye szerint gyártjuk ezeket a műszereket. Az inkubátorokhoz tartozó kékfénylámpára azért van szükség, mert az újszülöttek a magas bilirubin szint miatt gyakran besárgulnak. A sárgaságot a kék szín bizonyos spektrum akadályozza, vagy szünteti meg. Az inkubátornak pedig az a funkciója, hogy a újszülött, a koraszülött a születés után valami hasonló körülmények közé kerüljön, vagy legyen, mint a születés előtt. Hát ezt nem lehet pótolni, ez lehetetlen, de igyekszünk közelíteni hozzá. Az inkubátor egy zárt levegőtérben melegíti ezt a levegőt, párásítja a levegőt, ami a csecsemő körül van. Oxigén dúsabbá tehető a levegő méghozzá. Minden szabályozottan, pontosan be lehet állítani, hogy milyen hőmérséklet legyen, be lehet állítani, mennyi legyen a páratartalom, mennyi legyen az oxigén, és ezt az orvos, a kezelő eldönti, hogy az újszülöttnek mi a jó, mire van szüksége. Rengeteg olyan funkció van benne, amely az újszülöttnek a életjeleit méri, bőrhőmérsékletméréstől kezdve a úgynevezett véroxigén tartalom, SpO2 mérés van benne, súlymérés, integrálható a készülékbe automata megoldással, és további úgynevezett riasztási védelmi funkciók, hogyha bármi történik, akkor a nővér az orvos számára riasztásokat adjon a készülék. Az újszülöttek egy része betegen születik, nem lehet betenni egy zárt stacionár inkubátorba, hanem oda kell tenni egy nyitott, úgy hívjuk, hogy nyitott inkubátor. Hivatalos neve melegítő és újjáélesztő asztal, tehát már neve is elég csúnya ez az újjáélesztő szó, de
lényegében egy újszülött műtőasztal, mert ezen a készüléken mindenféle beavatkozást el lehet végezni a újszülöttnél, a véráttömlesztéstől a sebészeti beavatkozáson keresztül, amire éppen szükséges. Ugyanúgy, ahogy mondtam, hogy az zárt inkubátorban egy újszülöttnek párás levegőre van szüksége, itt párás oxigénre van szüksége, mert a gyerek, az újszülött gyorsan kiszáradna. Az újszülött bőrfelülete nagy, picit testmagjához képest, nagyon nagy a hőeldása. Tehát párásított meleg levegőt kell számára biztosítani. A műszereket egyébként kézzel szerelik össze. Mindenkinek megvan a maga feladata. Van, aki az inkubátor alsó részéért, más az elektronikai panel összerakásáért, vagy éppen az inkubátor tartozékainak beszereléséért felelős. Az így készült termékek akár 20 évet is kibírnak, és már egy 350 g-os kisbaba életét is meg tudják menteni. Okos telefon segítségével nyithatjuk ki a zárakat és vezérelhetjük az otthoni fényeket, a magyar YuLokMe rendszerével. A hazai fejlesztők elsődleges szempontja a magas szintű biztonság elérése volt, ami az egyik legnagyobb kihívást jelenti a hálózatra kötött rendszerekben. Nézzük meg, hogy hogy nyílik nálunk a garázskapu telefonra. Megnyomom itt ezt a gombot a telefonon, és már nyílik is a kapu. A mobil applikáció Bluetooth kapcsolattal már 50 méter távolságból is ki tudja nyitni az ajtót. Külső világítások, a terasz a felső szinten, illetve a kerti világítás az alsó szinten. És ami még érdekesebb itt a maketten, ezek a garázskapu és az úszókapu. A makett egy Portugáliában megrendezett startup bemutatóra készült. A két beépített vezérlővel összesen 8 dolgot lehet irányítani a miniházban. Pontosan úgy, mint az élesben működő rendszerrel. Ez egy okos zármegoldás, egy mikroelektronika, aminek a segítségével a telefonunkról az elektromos zárakat, garázskaput, úszókaput, otthoni világítást tudjuk vezérelni. Nincs másra szükség, csak a telefonra, a vezérlőre, és ezt a vezérlőt be kell szerelnünk, otthon be kell kábelezni. A YuLokMe csapata nem az első a pályán, akik megvalósították az okos zár és világítás rendszerét. Az utóbbi hónapokban viszont egyre többet olvashattunk az egyszerű módszerekkel feltörhető okos zárakról. A szuperbiztonságos rendszert egy maroknyi magyar fiatalból álló csapat alkotta meg, akik mindössze egy éve kezdték meg a rendszer létrehozását. A fejlesztésünk elsődleges fókusza az volt, hogy ne lehessen feltörni. Tehát, hogy abszolút biztonságos legyen. A webszámíton való megjelenésünkkel egyben meghirdettünk egy hacker versenyt, ami egy 6000 eurós pénzdíjas hacker verseny volt, és senkinek nem is sikerült a mai napig sem megtörni ezt a megoldást, ezt az ármegoldást. A YuLokMe esetében hasonló biztonsági csomagot alkalmaznak, mint az elektronikus azonosító igazolványoknál, útleveleknél. Nem titok tehát, hogy milyen szisztémával dolgoztak. Finoman szólva, még sincs túljelentkezés, hogy lemásolják a rendszert. A technológiai igazgató szerint rendkívül időigényes, költséges és nagy eszközigénnyel bír ez a típusú fejlesztés, de sokkal biztonságosabb, mint társaik. A most alkalmazott nyitókat, a távirányítókat, a proxikat, ha elhagyjuk, akkor ezeknek a rendszerből való kitiltása, az szintén szakembert kell hívnunk ahhoz, hogy letiltsunk mondjuk egy nyitóeszközt, amit korábban használtunk. Mindez a mi eszközünknél otthon az alkalmazás segítségével elvégezhető, hogyha elhagyjuk a telefont, ami mondjuk képes a nyitásra, a másik telefon segítségével egyszerűen egy gombnyomásra letilthatjuk azt. Hogyha elhagyjuk a telefonunkat, az abban lévő nyitókódoknak a másolása egyszerűen nem lehetséges. A mobil applikáció arra is lehetőséget ad, hogy másoknak is hozzáférhetőséget adjunk, és teli kézzel sem kell a kulcsért kapnunk. A telefonunk kommunikál a rendszerrel, így a házhoz érve kinyílik előttünk az ajtó. A jövőbeni fejlesztési elképzelések még tovább mennek. A most elkészült verziónak a bővítésével lehetővé teszi, hogy interneten keresztül vezérelhetjük a már telefonról közelről vezérelhető eszközeinket, tehát nem csak Bluetooth-szal, hanem Wi-Fi-n keresztül kapcsolódhatunk az internetre,
majd az interneten keresztül vezérelhetjük a zárainkat, világításunkat távolról, jogosultságokat adhatunk, vagy szüntethetünk meg a meglévő jogosultságok közül. Ezután következő termék pedig nagyjából ugyanez, mint a középső, csak inkább a létesítmények és a komolyabb, nagyobb irodák számára ad majd megoldást. Csoportosan tudjuk menedzselni benne a felhasználókat és az eszközöket, akár több száz eszköz és több ezer felhasználó csoportos kezelésére ad majd lehetőséget. Kényelem és biztonság. Ezeket tűzte ki a YouLakMe csapata, és egyelőre semmi akadálya nem látszik annak, hogy egyre több otthonban megjelenjen a hazai startup fejlesztése. Remélem élvezték mai összeállításunkat, és a jövő héten is ránk kapcsolnak. Adásainkat természetesen addig is visszanézhetik a közmédia videótárában a mediaclick.hu oldalon, vagy saját internetes felületünkön a novumtv.hu-n. Lájkolják a Facebook oldalunkat is, ahol további tudományos érdekességekkel várjuk Önöket. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig elküldhetik e-mail címünkre az info@novumtv.hu-ra. Én búcsúzom, mindenkinek nagyon szép napot kívánok, viszontlátásra!